Sziasztok, drágáim! Ha valaki még nem ismerne engem, akkor Anami vagyok. Nem vagyok egy ezó arc. Ugyanakkor szó lesz most szellemi témákról is, olyan dolgokról, amik meghaladják a materialista világkép kereteit. De egy pillanatig ne aggódjatok, mert nem lesz filozófia, nem lesz elmélet. Igyekszem mindig megtapasztalhatóvá tenni, és nagyon gyakorlatiassá, és nem elméletivé. Úgyhogy tartsatok ki, azon dolgozunk, hogy mindezt átéljétek, amiről beszélek. És arról szól ez a kurzus, hogy építsd fel a kristálytested. Vagyis érdemes azzal kezdeni, hogy mi az, hogy kristálytest. Ahhoz, hogy erről beszéljek nektek, érdemesebb egy kicsit távolabbról közelíteni, mégpedig onnan, hogy mindannyian fényoszlopok vagyunk. Ennek a fényoszlopnak az alja azonban már alacsonyabban rezeg. És az, hogy alacsonyabban rezeg, az lehetővé teszi azt, hogy megtapintható legyen, és meg tudjon nyilvánulni az anyagban, vagyis ezen a bolygón. A testünk is anyag. Úgyhogy ennek a fényoszlopnak az alja alacsonyabban rezeg, de hogy fölfelé haladunk benne, a rezgés egyre gyorsul, azaz egyre szellemibbé válik. A legteteje ennek a legfelsőbb lényünk. Ugyanakkor a testünk körüli személyes tér is, az még mindig mi vagyunk. Ezt az emberek úgy tapasztalják meg, hogy kisugárzás. És a fejünk fölötti tér is, az emelkedős lehetősége, az még mindig mi vagyunk. Az az út, ami a legfelsőbb lényünk felé vezet minket. És mi van a legfelsőbb lényünk fölött? Én azt mondanám, hogy az egység, ott már nincsen különállás. Ezt többféle kultúrkörben, többféle néven nevezik, a mi kultúrkörünkben Istennek hívják. De hogyha a számodra ez nehezíteni a kapcsolódást, vagy dogmatikusnak érzed, akkor nyugodtan nevezd úgy, ahogy számodra ez a legjobban megfelelő. És ez a modell, ez nem elmélet. Azért, mert egyre nő a rezgésszinted, ahogy velünk gyakorolsz. És ez a rezgésszint emelkedés, ez azt eredményezi, hogy elkezd változni a tested. Elkezdenek változni az érzelmeid, a cselekedeteid, és végső soron a kisugárzásod, a tudatosságod, az egész lényed. Ugyanakkor ez a fényoszlop, ez a fényoszlop modell megmagyarázza azt, amit sokan nem értenek, vagy harcnak fogják föl. Én az egységből beszélek, és ezért sosem látok valós lehetőséget a harcra, vagy a szembenállásra. Az ezotéria és az orvostudomány régóta harcban áll egymással. Ugyanakkor nincs elkülönülés, csak az egység létezik. És ez a fényoszlop megmutatja, hogy mindenkinek igaza van. Azért, mert hogyha az alacsonyabb rezgést vizsgáljuk, egy alacsonyabb energiaszintű testet, akkor az orvostudománynak egészen biztos, hogy igaza lesz. Hiszen óriási tapasztalatuk van ebben. Rengeteg viszonylag alacsonyabb energiaszintű betegtestet vizsgáltak. Tudják, hogy milyen egy betegség lefolyása. Tudják azt, hogy hogyan reagálnak ezek az alacsonyabb energiaszintű testek. Ugyanakkor nem kell őket támadni, mert teljesen igazuk van, és a legjobb szándékból szolgálnak. Nekünk csak az a dolgunk, hogy emeljük magunkat, hogy ne váljunk statisztikává. Azaz egy magasabb energiaszintű testben éljünk. Ugyanakkor igaza van a mainstream ezotériának, igaza van az ősi mestereknek ugyanúgy. Hogyha az a cél, hogy ennek a fényoszlopnak a legfelsőbb részét célozzuk meg, akkor ott megtapasztalhatóvá válnak azok a jelenségek, amiket egyébként elméletnek gondolunk, vagy mesének. Az NMI program célja ez, hogy ne csak, hogy jó emberek legyetek, mert már azok vagytok, hanem hogy haladjátok meg ezt az emberi energiaszintet. Azért, mert az emberi energiaszint egy átmeneti állapot. Itt vagyunk az alsó és a felső világok között, a szívünkben van a meccéspont. Az emberi szándék számít. Az emberi szándék a legtöbb, a szívünk ereje a legtöbb, amink van. Eldönthetjük, hogy hova akarunk tartozni. Úgyhogy innentől kezdve én minden pillanatban azon fogok dolgozni, hogy emelkedjünk, hogy egyre magasabbra jussunk ebben a fényoszlopban, hogy megemeljük magunkat. És ennek mi az eredménye? Hát az, hogy elkezd változni a világ. Elkezdenek változni a körülmények. A test, a lélek és a szellem.
amire addig azt gondoltuk, hogy változtathatatlan. Egy magasabb energiaszinten a testünk rákapcsolódik egy kiapadhatatlan erőforrásra, amit nevezhetünk kristálytestnek is. Elkezdenek rá más szabályok vonatkozni. Kevésbé öregszik, megújítja önmagát, visszanyeri a regenerációs képességét. Elkezd változni a lelkünk is. Az emberi szeretet néha ingatag. Elkezdünk átkapcsolni az isteni szeretetre, ami változatlan, és mindig mindenkire a lehető legnagyobb mértékben árad. Ami nem ismer különállás, nem ismer ítélkezést. Megszületik a szívünkben az odaadás. És ugyanúgy változnak a gondolataink is, a tudatállapotunk. A félelemteli agyalás helyett rákapcsolódhatunk az élő tudásra, ami egy nagyon békés és tiszta tudatállapot. Ezen fogunk dolgozni, ezen a kurzus sorozaton, mert a kristálytest az nem csak a testet jelenti, hanem inkább azt mondanám, hogy egyfajta jármű, az emelkedés eszköze. Azért, hogy a saját fényoszlopunkban egyre magasabbra jussunk. Ugyanakkor még számos vetülete van, még nagyon sok mindent jelent, úgyhogy fogunk még ezzel dolgozni bőven, és még lesz róla szó. Ugyanakkor, ami a legfontosabb a számomra, az az, hogy ebben együtt vagyunk. Felejtsétek el a különállást, vagy a szembenállást. Én nem azért vagyok itt, hogy beszéljek nektek, mint hogyha ti nem tudnátok, és azt kérném tőletek, hogy higgyetek nekem. Erről szó sincsen. Azt szeretném, hogy csináljuk együtt. Azt szeretném, hogy tapasztaljuk meg együtt. Azt szeretném, hogy éljük át együtt. Egyek vagyunk, és együtt tudunk emelkedni. Ennek a kurzussorozatnak ez a célja. És nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ebben. Isten áldjon benneteket, drágáim. Sziasztok!